Köszöntöm nézőinket! Most következő percekben a járványügyi helyzet legfrissebb hírei után számos témával várjuk Önöket. Adásunk második felében pedig a vasárnap esedékes 8-as számú választókörzet képviselő jelöltjeinek beszélgetéseit láthatják. Maradjanak velünk! Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az országos tiszti főorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán az MTI-vel. A kettől hatályos intézkedés vonatkozik a közfinanszírozott és a magánellátókra is. Az iskolákban a járványügyi szabályok a következőképp szigorodnak. A szülők csak akkor mehetnek be az iskolákba, ha az intézményvezető erre külön engedélyt ad. Ha beteg a gyermek, bármilyen betegségről is legyen szó, csak akkor mehet vissza az iskolába, ha erről külön orvosi igazolást visz. A nagyobb rendezvényeket javasolt elhalasztani, a délutáni sportfoglalkozásokat és kóruspróbákat javasolt felfüggeszteni. Az őszi úszás tanfolyamokat el kell halasztani. Szeptember 7-től az ország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvos. Új ellátottat csak a felvétele előtt készült két negatív COVID-teszt birtokában lehet felvenni. Szegdédi Gyula polgármester úr közösségi oldalán tájékoztatta arról a lakosságot, hogy a Szoboszlói Gönci iskolában a hétvégén kiderült, hogy egy 5. B osztályos tanuló pozitív COVID-tesztet mutatott. Ennek megfelelően az igazgatónő cselekedett, mely szerint az első osztályos testvérének, tehát az első B osztálynak és a 4. B, valamint a 7. A osztálynak megelőző karanténba kell vonulnia. Megelőző jelleggel holnaptól a felső tagozatos osztályok 2 hétig online oktatásban vesznek részt. A többi közoktatási intézményben hasonló eset még nem fordult elő. Minden intézmény a közoktatási járványügyi protokoll szerint végzi a tanítást. Ezúton is immár sokat szóra kéri polgármesterről a lakosságot, hogy zárt térben, nagyobb forgalmú helyeken a szájmaszkot használják és a 2 lépés távolságot tartsák be. A piacon mutatkozó lazulás miatt, ahogy ő fogalmazott, a jövőben szigorúan ellenőrizni fogják a szájmaszk használatát. A fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében az Aquapark futóverseny elmarad. Kéri mindenki szíves megértését és fokozott odafigyelést. Preventív intézkedések lépnek életbe a Hajdúszoboszlói Sport Egyesületnél. Ugyan továbbra sincs náluk igazolt megbetegedés, dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezetővel egyeztetve kialakított protokoll szerint folytatják a megkezdett munkát. Ez azt jelenti, hogy azokban a korosztályokban, ahol a gyerekek az iskolában kapcsolatba léphettek igazoltan koronavírusos beteggel, elővigyázatosságból felfüggesztették az edzéseket és 2 hétre online karantén edzések tartását rendelték el. Azon edzők, akik kapcsolatba kerülhetek fertőzött személlyel, már vasárnap óta önkéntes karanténjukat töltik. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, minden korosztályt online edzésre állítanak át, és bajnoki mérkőzések maradnak el, nem csupán labdarúgás, hanem kézilabda terén is. Jelenállás szerint a hétvégi labdarúgó mérkőzés a már érvényben lévő korlátozásokkal látogatható. A kézilabda mérkőzés esetében azonban zárt kapuk lebonyolítására kerül majd sor. Szeptember 5-én a 42-es főúton a 47-es kilométer szelvénél eddig tisztázatlan körülmények között egy kamion és egy mezőgazdasági erőgép ütközött össze. Az ütközés következtében a traktor az oldalára borult, és ezzel eltorlaszolta a kerékpárutat is. A baleset ez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték a műszaki mentést. Az arra közlekedőket a rendőrség munkatársai segítették a továbbhaladásban, félpályás útzár mellett. Ahogyan az iskolák és a tanárok, úgy az óvodák és óvodapedagógusok sincsenek könnyű helyzetben. Nagy Marianna óvodavezető elmondta, milyen intézkedéseket vezettek be, és hogyan változtatta meg a mindennapi életet a koronavírus. Elkezdődött a nevelési év az óvodákban, hétről hétre változnak az intézkedések, mik a legfrissebbek.
A legfrissebb intézkedést azt éppen tegnap este kaptuk az EMI-től, amikor is a második intézkedési terv, egy módosított intézkedési tervet juttattak el hozzánk online formában. A Hajdúszószai Egyesített Óvodának már az eljárásrendje elkészült erre a nevelési évre, sőt egy kicsit leszűkítenem az első fél évre, hiszen egyelőre azt kérik tőlünk, hogy ebben az első fél évben gondolkodjunk, mind szervezeti formában, mind az óvodai nevelés tekintetében és működtetésben. Megérkezett tegnap este, mint mondtam, ez az új intézkedési terv. Néhány ponton módosítanunk kell a már meglévő eljárásrendünket, ami azt jelenti, hogy különböző csoportokat jelöltünk meg az eljárásrendben, hogy ebben jól tudjanak a szülők is tájékozódni. Külön kitérünk a fertőtlenítésre, a beléptetés rendszerére, a csoportok életére, kitérünk a betegség esetén a teendőinkre, és kitérünk arra, hogy a szolgáltatásokat jelen pillanatban hogyan és miképpen gondoljuk. Miként áll össze, hogyan áll össze egy-egy csoportnak az élete jelenleg ebben a helyzetben? Ha most szemléltetni szeretném azt, hogy hogyan is működik az óvodáink élete, akkor valóban egy nagy általánosságról beszélhetek, hiszen minden óvodában ugyanaz az eljárásrend kötelező és kötelező érvényűen betartandó. Az elsődleges szempont az, hogy mi nem tudjuk azt a helyzetet egyelőre megtenni, hogy a szülőket ne engedjük be az óvodába. Éppen ezért fokozott biztonsági előírások mellett tudják bevinni a gyerekeket az óvoda épületébe, nagyon rövid ott tartózkodási idő. Idővel tudják gyorsan átöltöztetni és beadni a csoportokba őket. Éppen ezért azt gondolom, hogy ennek különösen fontos betartani azt a tényleg azt a nagyon rövid időszakot, amit bent töltenek, mert biztonsági szempontból nagyon nagy jelentősége van. Az óvodáink igyekeztek rugalmasan megoldani egyébként a bejárást, a bejárhatóságot, mert mindenki a maga épületének megfelelően, lehetőségeinek megfelelően oldotta meg, hogy a különböző bejáratoknál közelebb eső csoportok, minél kevesebb legyen a megtendő út, minél rugalmasabban legyen az átjárhatóság. A csoportok ugye reggel megérkeznek, mindenki a maga kis csoportszobájába, és onnantól kezdve egy kicsit bezárnak a csoportéletek. Mindenki bent a saját csoportján belül éli a mindennapi életét. Ott történnek a fejlesztések, a játékok, a mindennapi tevékenységek, és nagyon igyekszünk nem keveredni a csoportoknak kint az udvaron is, bent a csoportszobánkban, az épületben is, mert hogy nagyon fontos az EMI előírása alapján is, hogy a csoportok keveredését próbáljuk meg elkerülni. Tehát ez egy újfajta szokásszabályrendszert hoz magával, aminek meg kell majd felelnünk, illetve meg kell már felelni ezeknek az elvárásoknak. Én azt gondolom, hogy most igazán az óvodai nevelésre tudjuk helyezni a hangsúlyt. Most igazán az óvónénik csak az ő maguk kis csoportján belül a gyerekek fejlesztésére, játékára és a mindennapi életét próbálják megoldani. A fertőtlenítés folyamatos. Nagyszerűen kidolgoztuk annak a rendszerét, hogyan tudnak az óvónénik, dajkanénik úgy együtt dolgozni, hogy mindig megtalálják a dajkanék azokat az időpontokat, lehetőségeket, amikor a játékok fertőtlenítésére sor kerülhet. Ebben is a belső szabályozásban létrehoztunk egy olyan rendszert, kevesebb játékok vannak benne a csoportokban, folyamatosan fertőtlenítve vannak, és cseréljük ezeket a játékokat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy játék nélkül maradnak a gyerekek, de hogy sokkal intenzívebbé válik így a játékok fertőtlenítése. Ez alapjában véve ugye az alapvető működés egyik alapfeltétele. Ez hozza magával, mivel csoportosulásokat el kell, hogy kerüljük, hozza magával azt, hogy külső szolgáltatókat nem tudunk beengedni az óvodába. Mint ahogy tegnap este megérkezett EMI rendeletben is benne van, akár az úszások, oktatásokat, ezeket a különleges és egyébként megszokott csoportos rendezvényeket, illetve programokat is most kérik, hogy semmiféleképpen ne kivitelezzük. Mi ezt első perctől kezdve így gondoltuk, hiszen ez is egy veszélyforrás. Tehát külső szolgáltatók nincsenek, mindent igyekszünk magunk megoldani, hiszen ez a dolgunk az óvodai nevelésben, és az óvónéniknek a kreativitásukra hagyatkozva ez a legfontosabb feladatuk. Viszont a napi működésben azt gondolom, hogy a gyerekeknek olyan szokásszabályrendszert kell kialakítani, amiben minimálisra tudjuk csökkenteni azokat a veszélyforrásokat, ami például egy önkiszolgáló munkánál jelenti azt, hogy mondjuk megterítenek maguknak. Mert veszélyforrás összefogdosni az evőeszközöket, poharakat, stb. Hiszen tudom jó magam is, hiszen óvodapedagógusként én is dolgoztam nagyon-nagyon hosszú időn keresztül bent óvodában, és tudom, hogy működnek ezek a mindennapi helyzetek. Éppen ezért olyan
napi szabályokat és szokásokat vezetünk be, amelyekben a dajkaninik segítik ezeket a folyamatokat, az ételekkel való, a tálalással való munkákban, fokozott elővigyázatosság, és tényleg minden szintéren igyekeznek olyan lehetőségeket biztosítani, ahol az elővigyázatosság, az óvatosság, a megelőzés az fontos szerepet tölt be. A szülőkkel való kapcsolattartásban tegnap is született egy megállapodásunk a vezetői értekezleten, ami azt jelenti, ma reggel küldtem ki minden óvodának, hogy szülőértekezleteket nem tudunk tartani az óvodákban, mert nem tudjuk megteremteni azokat a feltételeit, amiben a járványügyi helyzetben meg tudunk felelni. Éppen ezért minden csoportnak óvónők által létrehozott zárt csoportjai online felületeken keresztül működnek. Ott minden tájékoztatást, minden információt megkapnak a szülők, de egyébként, ha fogadóórára időpontot egyeztetnek, akkor arra is van lehetőség, ezt is rugalmasan meg tudják oldani a pedagógusaink. Mi a teendő akkor, hogyha észrevesznek egy gyereken betegség tüneteit? Hát ez egy nagyon sarkalatos pont, már csak azért is nagyon sarkalatos pont, mert ugye közben megkaptuk azokat a rendeleteket, amelyekre le van szabályozva, hogy milyen tünetek esetén kell azonnal eljárással folyamodnunk és intézkednünk kell ezekben az esetekben. Megvannak már az első hét után a nehézségek, mert hogy az allergia szezon is hozza magával azokat a nehézségeket, ami esetlegesen egy tünetnek is lehetnek az előjelei, de hát nekünk muszáj óvatosnak és figyelmesnek lenni ezekben a tekintetben. Éppen ezért az eljárásrendünkben is ott van, hogy csak egészséges tüneteket nem mutató gyermekeket tudunk beengedni az óvodába, és ez a felnőttekre is vonatkozik. De hogyha ilyen előfordul, mert éppen napközben belázasodik a gyermek, vagy éppen olyan tünetet észlelünk. Abban a pillanatban egy dolgozó, aki maszkban, kesztyűben elkülöníti a gyermeket egy külön helyiségbe, értesítjük azonnal a szülőt, és azonnal értesítjük az óvodaorvost, hogy tudjuk jól, hogy az onnantól kezdve az ő protokolljuk alapján ők már tudják, hogy hogyan kell eljárni. Részünkről ez a legfontosabb. Szülőértesítés, akinek a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni a gyermeket az óvodából, és azonnal orvossal föl kell venni telefonos kapcsolatot, ott pedig az orvos már el fogja mondani, hogy mi a további teendő. Dolgozó esetén, ha az óvodában produkál tüneteket, ugyanez az eljárás, csak éppen ugye a felnőtt körzeti orvossal, vagy bármelyik felnőtt orvossal kell konzultálni, és nekünk is jelezni kell feléjük, hogy van egy ilyen jellegű észrevételünk. Onnantól kezdve pedig nekem, mint intézményvezetőnek jelentési kötelezettségem van egy kicsit magasabb szintenek felé is, amelynek a menetét mindenféleképpen tudjuk már és meg is tanultuk. Vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy ők meg tudják oldani a gyerek felügyeletét otthon is, a jelenlegi helyzetben akár hetekig inkább nem hozná óviba a gyereket? Az előző időszak nagyon hosszú volt, amíg nem voltak a gyerekek óvodába. Ugye mindenki alig várta, hogy elkezdődjön a szeptember, mi is nagyon vártuk, hogy újra élettel teljenek meg a csoportszobáink, és végre megint az óvodai nevelés töltse ki a mindennapjainkat. És most nagyon nehéz megint ugyanebben a cipőben járni. Nehezen mondanak ki a szülők is bármit, hiszen értem én a döntést maximálisan. Mi igyekszünk megfelelni a helyzeteknek, de igen, van lehetőség. A lehetőség pedig abból fakad, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel már az EMMI is megfogalmazta azt, hogy a szülőknek EMME kérését, főleg olyan helyzetben, amikor valami olyan krónikus betegség is társul a gyerek jelenlegi állapotához, akkor ezeket a hiányzásokat, távolmaradásokat igazoltnak lehet tekinteni. Az óvod egy kicsit más, az iskolában egy kicsit szigorúbbak a szabályok, nálunk ez egy kicsit enyhébb helyzetekben megoldható. Alapjában véve ennek is van egy menete, ennek is van egy fokozata. Mindenféleképpen, hogyha a szülő azt szeretné, hogy most félti a gyermekét, és mondjuk egy hónapig nem szeretné hozni, megvárjuk, hogy hogyan cseng le ez az egész időszak, akkor a tagóvoda vezető felé kell egy kérelmet írnia, és ezt mi a mulasztási naplóhoz oda tudjuk tűzni, tehát hivatalosan is tudjuk majd bizonyítani, azért igazolt a hiányzás, mert a szülő kérésére történt. De egyébként minden ilyen helyzetben érdemes a tagóvoda vezetővel, vagy akár velem egyeztetni, nagyon szívesen segítünk a szülőknek. Itt nektek mindenféle termés felismeri. Szeptember 1-én kezdetét vette a 2021-es tanév a Tököli Imre két tanítási nyelvű általános iskolában is. Az iskolakezdésről és az oktatási intézményeket érintő járványügyi protokollról Erdély Gyulával, az intézmény vezetőjével beszélgettünk.
Véget ért a nyári vakáció. Szeptember 1-én országszerte becsengettek a köznevelési intézményekben. A koronavírus járvány miatt fokozódott óvintézkedések mellett, de hagyományos formában kezdődött meg a tanítás az iskolákban. Az iskolák járványügyi protokollt kaptak. A szülőktől pedig azt kérik, hogy a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, továbbá gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják a szüleiknek, tanáraiknak. Erdei Gyulával, a Tököli Iskola intézményvezetőivel az iskola kezdésről beszélgettünk, illetve arról, hogy miben lesz másabb ez a tanév, mint az eddigiek. Az az igazság, hogy a múlt évvégi tapasztalatok indulva a tanévnek azért egy picit most ez másabb volt, mint ha most így hirtelen ugye ez kezdődne, mint ami március 16-án kezdődött. Már a június végén, illetve augusztusban készültünk arra, hogy ha normál tanrendszerint fogunk üzemelni, akkor lehetőleg teremtsük be mindazokat a feltételeket, amelyek arra alkalmasak, hogy ide a gyerekeket tudjuk fogadni, és itt tudjuk végezni a munkánkat. Na most, ez ugye két oldal. Az egyik oldal maga a járványhelyzet. Ugye látjuk, hogy a járvány az elmúlt két hét alatt ugye az megugrott. Ennek ellenére mi a protokollhoz tartva magunkat, amit megkaptunk a minisztériumból, illetve a tankerülettől. Mi ezt rendeztük teljes mértékben, az eszközeink rendelkezésre állnak. Szerencsére nekünk saját takarítóink vannak, tehát nem külső cég. Rendelkezés állnak a feltöltő eszközök, sőt ugye van egy ózon generátorunk, amit a várostól kaptunk a tavasszal. Mi ezeket tudjuk használni a munkánk során. Tehát azt úgy látom, hogy ezzel mi tudtuk azokat az elvárásokat teljesíteni, amelyeket egyébként a irányító hatóság kitűzött elénk. A másik része az a oktatásnak a indítása. Teljesen természetes, hogy a norma oktatással indultunk mi is, készültünk. Hát azért már ugye a tanévnyitóról már látszott, hogy ugye külön alsó és a felső, tehát ugye itt már azért a távolságtartás és sok minden másról ugye szokni kellett ilyen nagy tömbbe, hiszen ugye nekünk az a egyik nagy gondunk, bocsánat, tehát ez a gond, ez egy nagyon jó gond. Elnézést, így mondom, mert ugye mi 470 gyerekkel vagyunk aránylag kis alapterülő intézményben, és nagyon nehéz a távolságot tartani, de igyekszünk különböző dolgokat úgy csúsztatni, hogy minél kevesebbet tanálkozzanak a gyerekek. Ez egyik legnagyobb gond nekünk az étkeztetés. Az étkeztetésnél igyekszünk megoldani, hogy ne egyszerre legyen tele a 130 fős ebédlőnk, ezt szervezéssel lassan most már megoldjuk. Ez nekünk az egyik legnagyobb gondunk, szerintem kell még egy-két hét, amíg ezt a gyerekek is be is tudatosul, hogy ezt másképp kell csinálni. Maga az oktatással, megmondom őszintén, hogy nekünk nem okozott problémát a úgynevezett digitális oktatásról átállás márciusban. Mi ezzel rendben voltunk az indulásra, de az eddigi tapasztalatok alapján mi tudatosan készültünk és készülünk arra a kollégákkal, és a gyerekekkel is, és most a szülőkkel is, hogyha véletlenül elrendeli az ANTS vagy a operatív törzs a digitális oktatást, akkor minden zökkenőnélkül egyik pillanat a másik át lehessen állni. Ezért egy a tavaszitól picit eltérő, de ugyanakkor egy rendkívül biztonságos a Microsoft Teams alkalmazást használja minden pedagógus, minden osztályban, minden tantárgynál. Tehát most már nincsen szabadon választott gyakorlat, mindenki ezt végzi. Ezt gyakoroljuk, a gyerekeknek meg tudjuk mutatni, sőt, az elmúlt két hétben az érdeklődő szülőknek esténként, amikor már nincsen gyerek, bent a számítógépes teremben meg tudjuk mutatni, hogy hogyan tudnak segíteni otthon a gyerekeknek a számítógép előtt, hogyan tudnak belépni, jelszavukat hogyan tudják kezelni a tanulóknak. Tehát igyekszünk olyan helyzetet teremteni, hogy ne legyen gond, ha véletlenül tényleg megint, magukra maradnak a szülők a gyerekekkel. Igyekszünk ezt a platformot úgy a mi házunk táján rendbe tenni, hogy ez eredményes legyen, és a lehetőséghez képest azért tudjon segítséget nyújtani. Nem egyszerű a dolog. Ugye ennek a metódusát nekünk is tanulni kell.
Most dolgozzuk ki a metodikáját annak, hogy egyáltalán digitális oktatás terén most már tapasztalatok alapján mi az, amire vigyázni kell, mi az, amire felhívjuk a figyelmet, tanulónak, szülőnek, nevelőnek egyaránt. Ami nem egyszerű dolog, ugye az a járványügyi előírásoknak való megfelelés, és most itt nem a takarításra gondolok, hanem a személyes kapcsolattartásra, kontaktra, ugyanis ugye mi az első perctől kezdve nem engedjük be a szülőket az iskolába. Ez nekem egy elég nagy szívfájdalma, mert ugye mi már több mint egy másfél évtizede deklaráltan családbarát iskola vagyunk, na most ugye az iskola család nélkül úgy elég keveset él, és ugye ahhoz nagyon lényeges a szülőnek a jelenléte és a bejövetel az, hogy egyáltalán a dolgokat mi tudjuk rendezni. A szülőknek az öme megértette, ezt kivételt tettünk most egy hónapig az első szülőknek, akik a kapun bejöhetnek, de csak a bejárati ajtójuk hozzák az első gyereket, hiszen az elsős, hát ugye az még néha keres a helyét, hogy mi, de most már egyébként nagyon ügyesek, tehát ez nem okoz egyébként most már szerencsére problémát. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyik nem szerencsések, de annak érdekében meg kell tenni, hogy szolgálmi időbe és felnőtt ne jön be. Teljesen természetes, hogyha valami intézni valami, akkor engedéllyel külön beléphet, maszkkal, tehát a megfelelő, na most a maszk használat. Én nem fogok belemenni most különböző dolgokba, hogy ki, minek, miért, hogy mind használja a maszkot. Nálunk az előírásoknak megfelelően a közösségi térbe, tehát az előtérbe, a folyosókon, a szünetbe mindenki, tehát a pedagógus és a gyerek is, felsős gyerek, tehát ötödiktől kezdve használja a maszkot, amely mikor jön, már kiért a szünetbe az udvarról, ott leveheti. Ugyanígy lehetőség van a tanítás órán, aki akarja, fönt hagyja a maszkot, aki nem, az leveheti. Ez most, ugye ez a járványhelyzet súlyosságától függően lehet, hogy ezen változhat, vagy fog ez változni, nagyon bízunk benne, hogy azért ez így viselhető, hiszen elég macerás egy különösen, hát hogyha pláne meg egy alsósnak kellene, ugye 8 órán keresztül, fél 8-tól itt van délután 4 óráig, hát azt hagyd nem mondjam, tehát azért az tényleg durva. Nincs, különösebb gondom nincs. Az, hogy elfelejt, ahogy én szoktam mondani, kavintanilag ugye nem hozza magával maszkot, van maszkunk egyébként, tudunk adni, bár eléggé szigorúan vesszük, de azt gondolom, hogy ilyen jellegű problémánk egyébként nincsen. Az iskolában szoktak lenni iskolán kívüli elfoglaltságok a tanulóknak, akár külső, akár belső szolgáltatókkal, és az iskolai versenyek. Mi vonatkozik ebben a fél évben ezekre? Hát ugye a harmadik szintér az a tanításon kívüli időszaknak, vagy időnek ugye az eltöltése. Hát ez sajnos ez csorbul. Ugye most függesztettük fel az iskolai sport foglalkozásoknak, tehát nem a testnevelés órán, hanem a tanítás utáni időszak, ugye az edzéseket és a szakköröknek a munkáját, ez egyébként egy központi kérés volt, hiszen itt nagyon nehéz megakadályozni, hogy személyes kapcsolatba kerüljön egy gyerek a másikkal, ha bár ugye ezek egy osztályba való gyerekek, de hát akkor is azért lehetőleg ezt kerülni kell, tehát ez nincsen. Versenyekkel kapcsolatosan hasonlóképpen esetlegesen házi verseny az nagyon szőr mentén, de azt gondolom évfolyam szinten lehet, de egyébként ezt is toljuk. Illetve ugye nincsen sajnos úszásoktatás, ez egy fél évig ért, vagy évig most ez nem lesz. Ez is végülis egy érthető dolog. Tehát azért van ennek hátültője rendesen ennek a járványhelyzetnek, de azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél jobban jöjjünk ki ebből, ezeket meg kell lépni és be kell tartanunk, mert mégis gondolom, nekünk azért meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minimalizáljuk a fertőzésnek a veszélyt. Nem rajtunk múlik egyébként zömmel, tehát én most nem gondolom azt, hogy hú, ott egy keresztbe fekszek a vírusnak, aztán ide be nem jön, nem. Viszont mindent megteszünk annak érdekében, a mi eszközeinkkel, sajátos eszközeinkkel, hogy minél később, én azt mondom kollégáknak, hogy minél később következik, és tényleg normális üzemmódban tudunk működni, akkor ebből különösebb gond nem lesz. Iskolai kirándulások vagy csoportkirándulások az első fél évben várhatóak-e? Nem. A kirándulásokat eleve úgy tervez,
tettük. Nekünk egyébként is megvan egy meghatározott idősávunk májusban a kompetenciamérés idején, amikor ugye a 6.-8. évfolyam kompetenciamérést végez. Tehát ilyenkor mennek az alsósok, és ilyenkor mennek a felsős többi országok, akik nem írják kirándulni. Tehát ennek még van ideje. Ezt eléggé nagy feltételekkel tervezik az osztályok. Nagyon bízom benne egyébként, hogy akkor talán ez már úgy visszaszorulóban lesz, vagy már legalábbis látjuk a végét. Azt gondolom, hogy ezek az első dolgok, amiket nem lehet megcsinálni, elég, hogy ne legyen probléma. Hiszen idegen környezetben mennek, idegen helyre, itt azért otthonról eljön ide, ez azért mégis úgy azért egy belátható terület, tehát itt a fertőtlenítés, kiírózás minden adva van, minden nap, minden órában felmosnak a takarítók, minden kilincset, minden becsengedés után letörülne, tehát amit lehet, mi megteszünk, tehát ugye ez járvány. Szeptemberrel országosan megnőtt a fertőzések száma, sőt a városunkban is tapasztalható a növekedés. Volt esetleg valami félelem, aggodalom a szülők, esetleg a gyermekek részéről a tanévet megkezdését illetően? Hát megmondom őszintén, én ilyen közvéleménykutatást nem végeztem, hogy ki aggódik meg, ki nem, most ezt komolyan gondolom. Tehát nem éreztünk ilyet. A tanévnyitó majdnem teljesen normális körülmények között zajlott. Ugye itt az volt, hogy sajnos, hogy a harmadik negyedik szülő kint állt a kapunk kívül, itt csak az első szülőket, hiszen hogy itt van egy megszokott rendő, hogy az elsősök részére, meg a másodikos szereplő gyerekeknek a szülei jöttek, hogy nézzék már meg, hogy a műsort mikor előadják. Tehát a felnőttek most száma rendkívül le volt csökkentve. De nem éreztem, legalábbis érte, nem hallottam ilyet. Hát ugye a szóbeszédre meg nem sok minden adni való van. Mi azt gondoljuk, hogy amit hivatalosan értesítést kapunk, mi azzal dolgozunk. Egyébként hallomásból, tehát vannak hallomások, de hivatalosan, tehát nálunk gyerekről nem tudok egyébként, hogy fertőzött, hogy valami lenne. Azt tudjuk, hogy 2-3 tanulnál vannak esetleg kontaktkutatások, de ennyi. Tehát az, hogy ő most mi, vagy ki, vagy mert semmit nem tudunk. Szeptember 1-jel ismét gyermekzsivaj töltötte be az iskolát. Milyen a gyermekeknek újra közösségben lenni, és milyen a tanároknak újra személyesen tanítani? Milyen érzés volt? Bocsánat, azt mondom, Pepsi érzés, akkor majdnem igaz, ez nem a reklám helye. Azért egy egészen más kategória, mint amikor itt online ugye elmondjuk a dolgokat, meg ugye digitálisan, most akkor vagy látja, vagy nem. Tehát ugye ez egy roppant furcsa dolog, hiszen mi ugye ebben nőttünk fel, még nem volt sose. Tehát erre még példa nem volt egyébként a elmúlt évtizedek során. Én sem emlékszem, szoktam mondani, hogy a száj és körönfájás 62-63-ban megmostuk a kezünket, aztán túl volt tárgyalva, rendben van, meg a tejet ugye fel kell forralni, pont. Na most végül is nem ez a lényege. Az tény is, hogy a gyerekek azok nagyon ültek, tehát ugye azért az nem semmi, amikor azt mondja, hogy a nyáron, nyár végén a gyerek, hogy hú, alig várom, hogy iskolába jöjjek. Na ez azért már valamit mutat. Mert ugye ennek az ellenkezőjük, hogy már megint ne. Tehát a gyereknek ugye ez a milliójük. Ahogy szoktam mondani, hogy ennyire szép nekünk az elmúlt 35 évben nem volt az iskolába a fű, hiszen sajnos ugye március 16-ot ezen gyerekláb nem taposott. És még mindig egyébként, hogy úgy mondjam, tényleg szép zöld, de ez az igaz, amikor már félig ki van taposva, és hogy itt a focikaput ugye használják, de ez már azért az már mutatja, hogy tényleg használva van. Én azt gondolom, hogy mindenki örült neki, hiszen ez azt jelenti, hogy azért a gondok ellenére is tudunk haladni. Hát reméljük, hogy azért nem lesz olyan nagy zökkenő, mint tavasszal volt. Közel 4000 résztvevő, több mint 120 főzőhely, számtalan incsiklandó étel, Bográcsban napsütéses idő és jó hangulat fogadta a 21. Birka és Lambóc főző örömnap résztvevőit szeptember 5-én a hajdúszoboszlói repülőtéren. Következzen egy összeállítás.
Minden év szeptemberében rendezik meg egyfajta nyárbúcsúztatóként Hajdúszoboszlón a birka és lambuc főző örömnapot, amely a régió egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, ahol barátok, családok és munkahelyi kollektívák tölthetnek együtt értékes időt. Az örömnap célja, hogy a magyar gasztronómia ezen belül is Hajdúszoboszló is térségének sajátos ételreceptjeit és a szabadtéri főzés kultúráját megismerhessék a kilátogatók. A jó hangulat a magyar ízek elengedhetetlen kísérője, melyet szórakoztató programok is színesítettek a repülőtér területén felállított színpadon. Ismét örömnap van Hajdúszoboszlón. Hanyadik alkalommal került most megrendezésre, illetve hát azt lehet látni, hogy a repülőtér teljesen megtelt az emberekkel. Valóban ennyire lelkesek az emberek itt a járványügyi helyzetben, hogy végre kiszabadulhatnak, vagy tartanak attól, hogy esetleg újra bezáródik majd ez a kör? Ebben a bizonytalan helyzetben, amit átélünk, azt gondolom, hogy nagyon jól érzés látni, hogy ilyen sokan kijöttek erre a hagyományos, immár 21. éve megrendezésre kerülő nyárzáró rendezvényre. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományainkat, a hagyományos hagyományainkat ápoljuk, megtartsuk, és ilyen rendezvény volt a Dixi, a Folk, ami már szinte generációkon átívelő, hiszen 20 évenél több, hogy ezeket sikerült ebben az évben is megrendezni. Ugyanilyen közkedvelt az mai örömnap, és a vírus ellenére tényleg nagyon sokan kijöttek, és az látható, hogy jó. Jól érzik magukat, és ez a rendezőknek és a szervezőknek a legfontosabb dolog. Lehet-e tudni, hogy hány bográcsban fő ma étel, illetve hogy milyen jellegű típusú ételek készülnek? 120 bográcsba főznek, legalábbis az előzetes jelentkezés alapján. 2200 fővel regisztráltunk, de ha itt a sorok között végignézünk, akkor ezt megszorozhatjuk kettővel. Hát a hagyományos alföldi ételek, slambuc nagyon sok helyen, birka nagyon sok helyen, és hát a pörköltnek nagyon sokféle fajtája, sokféle ízzel készül itt a bográcsokba, kinek a szája íze szerint, és itt, hogy baráti társaságok, munkahelyi kollektívák jöttek, tehát azok az emberek, akik a hétköznapokban is együtt vannak, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz semmilyen probléma, és mindenki jókedvel és vidáman fog hazatérni. Milyen kísérő rendezvények vannak ez alkalommal? A mai napon nagyon sok helyi amatőr, bár én nem nevezném amatőrnek, helyi művészeti csoportok, tanárok léptek föl, szórakoztatták eddig a közönséget. A délutánt pedig egy elmaradhatatlan ábrányi retro diszkóval mérsékelten fogjuk befejezni ezt a rendezvényt. Van-e időkorlát itt a járványügyi helyzetben, hogy meddig lehet ma örömnapot tartani? Ehhez nincs időkorlát, természetesen minden rendezvénynek van egy kezdete és van egy befejezése. Itt is van, de meglátjuk, hogy hogyan alakul a délután. Hogyan fogadja egy szakember, hogy már 21. alkalommal rendezik meg ezt az örömnapot, és hogy tele van a repülőtér? A kezdeteknél is ott voltam, hiszen már azért több éve, évtizede dolgozom a kulturális központban. Én emlékszem az elsőkre, amit Kovács Gabival szerveztünk, a fürdőbe 2-3 bográccsal, aztán a következő évben már még több, és hát az elmúlt évtizedekben azért ez nagyon kinőtte magát, és itt a repülőtér, hát azt nem mondjuk, hogy kicsi, de szerencsére jól megtelik emberekkel, és akik jól érzik magukat, és várják. Vírus ide, vírus oda, már nyár közepén kérdezték, hogy akkor lesz főzőnap, rajtunk nem múlott. Készülnek-e esetleg az újabb járványügyi helyzetre, a bezárásokra, a szigorításokra? Természetesen az előírásoknak megfelelően fogjuk az őszt kezdeni, vagy az őszi rendezvényeket. Programokkal persze készülünk, de ez minden a intézkedésektől függ. Miközben keveredtek a kellemes nyárvégi időben a finomabbnál finomabb ételekből álló különleges illatok, addig a színpadon az ebéd elfogyasztása közben is folyamatosan zajlottak a programok a szoboszlói művészek közreműködésével. Jelenleg itt vagyunk a birka és lambuc főző örömnapon. Milyen műsorszámmal készültél a mai napra?
musical slágereket hoztam, amik nekem mindig a szívem csücskei, de egy kis összefogásról szóló dal csokorral is készültem most erre a különleges helyzetre való tekintettel. Te, mint előadó művész, hogyan élted meg ezt az elmúlt pár hónapot, a bezártságot, hogy nem lehetett fellépni, előadni? Mind előadó művészként, mind pedagógusként ez egy nagyon keserű helyzet volt. Most lesz először hónapok óta, hogy színpadon állhatok, és ugye a gyerekekkel sem találkozhattunk. Hát bevallom őszintén, nehezen szerintem ezzel mindenki így volt. És milyen érzés újra majd a színpadon állni, közönség előtt, a helyiek előtt szerepelni? Már nagyon várom, biztosan jó lesz. Az előbb láthattuk a Citere Együttes műsorát, milyen számokat láthattunk tőletek? Három csokorral készültünk, először egy szatmári ugróst játszottunk, oláos ugróstáncokat, aztán egy moldvai csokrot, ami nagyon ritka a citerára, bár egyre többen előveszik citerán is a moldvai muzsikát, és végezetül egy helyi hajdúsági csokorral készültünk. Szeptember 1-ével mindenhol elkezdődött a tanév. A Citere szakkör hogyan kezdi az idei évet? Hát a Citere szakkör igazából be se fejezte, mert egész nyáron ugye muzsikáltunk, augusztusban vállaltunk kint a téren 4 fellépést, és ahhoz próbálni kellett június elejétől, június-júliusban, hiszen mi sem találkoztunk márciusban, és ugye még a jövő héten lesz egy fesztivál fönt, egy gasztrofesztivál, azon fogunk muzsikálni, és utána fog elkezdődni az érdemi munka, amikor rengeteg új dalt fogunk tanulni az együttessel. Milyen terveitek vannak erre az évre, amennyiben a koronavírus járvány miatt nem lépnek be korlátozások? Hát mindenféleképpen szeretnénk vagy most még decemberig, vagy jövő január-februárban egy minősítésen átesni. Ez azt gondolom mindig egy ilyen mérföldkő az együttesnél, amikor van tétje annak, hogy készülünk. Itt is van tétje, mert hát itt a helyieknek muzsikálunk, mindig szeretettel fogadnak minket, az meg egy szakmai zsűri, és mindig jó, hogyha egy szakmai zsűri mond rólunk véleményt. Úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretnénk, aztán meglátjuk, ami adódik, meg amit a helyzet ad. A színpadon folyamatosan követték egymást az előadók. A KTB koncert előtt az együttes tagjait arról kérdeztük, hogy a nemrégiben bemutatott daluk milyen visszajelzést kapott az elmúlt időszakban. Az új dalunknak nagyon jó volt a visszajelzése, már annak is nagyon örültünk, hogy a születésnapi koncertünkön rengetegen énekelték velünk, az volt a ráadás dalunk is, és azóta nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Mellette írunk azóta is új dalokat. Van már egy olyan dalunk, amire csak szöveg hiányzik, illetve most elkezdtünk foglalkozni a saját demóinkkal, szóval készül minimum egy kis lemezi anyag, reméljük, hogy ez hosszú távon ez nagy lemezé növi ki magát, tehát igazából abszolút aktívak és tevékenyek vagyunk azóta is. Az együttes új dala nagyon népszerű lett az elmúlt időszakban, ami azt hozta magával, hogy a hónap győztes dala lett a Petőfi Rádió Dalra Magyar című műsorában is. Igen, ez a dalunk a hónap nyertes dala lett a saját beküldött dalok kategóriájában, nagyon örültünk neki, valami nap kaptunk egy e-mailt, és akkor ezzel kapcsolatban jeleztek számunkra. Majoros Ritával csináltunk is egy interjút, és ez most vasárnap majd este 10 és 11 óra között hallható lesz a Petőfi Rádión, szóval nagyon örülünk, ez is egy pozitív visszajelzés számunkra. Az együttes számára mindig nagy öröm hazai közönség előtt játszani. Nagyszerű érzés a saját dalainkat hazai közönség előtt eljátszani. Állandó repertoárra vesztek részt a koncerteken, vagy mindig változtatjátok? Mindig változtatunk valamennyit. Nyilván az aktuális közönség, illetve a hely is megkívánja, hogy mennyire legyen inkább olyan, amikor feldolgozásokat is játszunk, vagy mennyire a saját dalokat, de azért mindig próbáljuk a saját dalainkat is megmutatni a közönségnek, és rengeteg olyan visszajelzést kapunk, hogy igazából mennyire örülnek, hogy hallhatták a saját dalainkat, és hogy ez mennyire jól áll a zenekarnak, szóval ez nagyon jól esik nekünk. Az utóbbi koncerteteken láttuk, hogy vannak lelkes közönség, aki már KTB-s pólóba fogadott titeket. Hány tagja van az ilyen állandó közönségeteknek? Várható, hogy itt lesznek a mai nap folyamán is? Biztosak vagyunk benne, hogy ma is kiérkeznek ezek az úgymond rajongóink. Nem tudom megmondani, hogy hány tag igazából, ez attól is függ, ugye, hogy most mennyire nézi szűk keresztmetszetbe az ember, de az biztos, hogy nagyon jól esik, hogy ilyenkor egy örömnapra is egyébként nem csak Hajdúszoboszlóról, hanem azért távolabbi településekről is érkeznek, hogy megnézenek bennünket, és ez szuper. Hogyan tudtok próbálni? Mert ha jól tudom, a zenekar
tagjai különböző településeken dolgoznak, laknak. Hogyan tudjátok összeegyeztetni a próbákat? Nyilván a távolság, illetve a mostani elfoglaltságok, ez a koronavírus helyzet miatt ez mindegyik egy kicsit felülírja az aktuális próba, úgymond trendeket, vagy azt, ami eddig mi is be voltunk erre, tehát ez a heti szintű próbák nincsenek, viszont amikor van egy ilyen fellépésünk, egy saját koncertünk, akkor előtte azért nyilván célirányosan megbeszéljük, hogy mi lesz a műsor, lesz esetleg új dal, és utána akkor ezt így egyszer-kétszer átpróbáljuk, mint egy főpróba, és utána pedig érkezünk a koncertre, de általában jók szoktak lenni a visszajelzések. Az egész napos rendezvénye mindenki megtalálhatta a számára neki tetsző programokat a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig. A gyermekek a nap során számos játékot és eszközöket is kipróbálhattak a szoboszlói repülőtéren. Ez itt az én hazám. A Kalandozó Komédium kitelepült Hajdúszoboszlóra, a Slambucz főző örömnapra. Hoztuk a sátrunkat, és nagyon sok saját kézzel készített játékot. Mely a gyermekek kedvenc játék? Hát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon sok játékkal szeretnek játszani. Nagyon szeretik azt a tekerős, hogyha itt látszódik a tekerős játékot, illetve a katapultot, ami szintén ott van a túloldalon, hogy balesetmentes helyre tudjuk eltenni. Ezek történelmi játékok, most amik itt vannak, ez egy a Kalandozó Komédiumnak a középkori játszótér változata, de most készül, a párom készíti, ő az eszmei, az megálmodója ennek az egész játszótérnek, és ő készíti a játékokat, és most készül egy békebeli változat, gyönyörű szép táblás játékokkal, és hát reméljük, hogy azzal is majd tudunk debütálni majd jövőre. A Slambucz és Birka főző örömnap a régió egyik legnagyobb olyan gasztronómiai rendezvénye, ahol baráti társaságok, brigádok, egyesületek gyűlnek össze, és együtt készítik a finomabbnál finomabb szabad tűzön, bográcsban készült ételeket, mely lehet slambucz vagy birkából készülő finomság is. A nap folyamán Hajdúszoboszló és a térségének sajátos ételreceptjeit és a szabadtéri főzés kultúráját ismerhették meg a reptérre kilátogató városba érkező bel- és külföldi vendégek. Beszámoltunk korábban egy foglalkoztatási pályázatról, a Sárréti Paktumról. Bodó Sándor államtitkár úr szavait idézzük most, aki úgy fogalmazott, mindenkivel előfordult már, hogy kilépve saját közösségéből idegen emberekkel találkozik. Az első néhány mondat után állandó téma, hogy ki honnan is érkezett. Ilyenkor kellő büszkeséggel nevesítjük szülőhelyünket, bemutatkozunk. Néhány perc múlva eljut a beszélgetés arra a szintre, hogy a számunkra legkedvesebb szereplőket, eseményeket, tárgyiasult dolgokat bemutatjuk. Szerencsés az az ember, aki vendégeket fogadhat. Ilyenkor szívesen ajánljuk figyelmébe a minket körülvevő értékeket. Megtörténik, hogy csak egy-két dolog jut eszünkbe, olyanok, ha több időt szánunk rá, ha mélyebben belegondolunk, akkor jövünk rá, hogy sokkal gazdagabb a világ körülöttünk, mint amit első pillanatban képesek vagyunk bemutatni vagy ajánlani. A magyar vidék mérhetetlen kincseket rejt, amelyek mentén szervezték őseink életüket. Igaz, hogy modernebb lett a világ, megváltozott a technika, de a több generációs tapasztalatok nem vesztek el. A térség emberei tovább viszik ezt az örökséget, ugyanakkor megújítják, a kor szelleméhez igazítják a tradicionális ismereteket. Itt mutatkozik meg szülőföldünk, a magyar vidék ereje. Most pedig következzen a Paktumról szóló kisfiam. Mintha csak megállt volna az idő a hajdúszoboszlói gazdaházban.
A Ceglidi család által építetett, csaknem 200 éves ház fürdőszobájának ajtaját hiába keresnénk, nem járnánk sikerrel. Eleink ugyanis a mosakodáshoz használatos eszközöknek mindössze egy sarkot alakítottak ki. Vaskóné Bori, a Porta gazdasszonya férjével él itt. Az ide látogatóknak sokat mesél arról, milyen volt régen az élet. És nem csak meséli, meg is mutatja. Most éppen kaprós dübbencset készít. Alányúlok a tésztának, és egy nagyon hirtelen mozdulattal ráfordítom. Ezt pedig négyszer kell megismételni, így 16 rétegből fog állni a tészta, és minden rétegbe kerül kapor. Az asztalra kerülő ételek közül szinte mindegyik egyenesen a házi kemencéből jön, így természetesen a kenyér is. Az tulajdonképpen nekem egy olyan 3x5 perc, 3x10 perc, hogyha nagyon lassan dolgozok, tehát egy fél órámból ki van, hogyha azt veszem, hogy elmegyek a boltba csak kenyérért, tehát semmi egyik dolgom nincsen, csak kenyeret akarok venni, ez több időbe kerül. Az időt pedig be kell osztani. A gazdák minden nap 4:30-kor kelnek. Várnak rájuk az állatok, a növények és a temértek ház körüli tennivaló. Ez nekünk a gyerekkorunknak szerves része volt, ott tulajdonképpen ez az életmód. Mind a ketten falun nőttünk fel, tehát az tulajdonképpen ez a mindennapjaink része volt. És csak visszaemlékeztünk, nagyon sok mindenünk megmaradt abból a régi világból, tehát ahányszor költöztünk, ezek a tárgyak jöttek velünk, és roppant egyszerű volt szétrakni úgy, ahogy az emlékeink szerint azok voltak. Ha évszázadokon keresztül működött az, hogy egy adott térségnek megvoltak a helyi értékei, legyenek azok élelmiszerek, kézműves termékek, megvoltak azok az emberek, akik ezt úgy elő tudták állítani, hogy na abba aztán hiba nem volt, akkor olyan miért szakítottunk ezzel a hagyománnyal? Azt vélem hallani, látni, hogy visszatalálunk erre az útra. Ez pedig már Sárrét udvari, azon belül is a nagy tanya, ahol közel 400 szarvas marha él, melyeknek fele arról gondoskodik, hogy minden nap friss tej és tejtermék kerüljön a hajdubihariak asztalára. Itt zajlik tulajdonképpen az alapanyag előállítás, és ez az ellenőrzésünknek az egyik helyszíne, hiszen innen kerül ki az értékes alapanyag, amit majd az üzemünkbe feldolgozunk. És én azt gondolom, hogy a rövid ellátási láncnak ez is egy nagyon fontos folyamata, hogy mi maga az élelmiszerüzemünk, a rövid ellátási láncnak egy gyöngyszeme, én azt gondolom, Hajdú-Bihar megyében kb. 50 üzletbe szállítunk, elsősorban Debrecenbe, de Berettyóújfalóba, Balmazőváros és Hajdú-Göszörményben is. Naponta csaknem 2800 liter tejet termelnek a gazdaságban. A friss áru hamar a boltokba kerül. Órákon belül, napokon belül a termelőtől oda kerülhet a fogyasztóhoz, minimális a költség, hiszen lehet, hogy egy településen laknak, egy kis térségben laknak, egészen más az egészségügyi kockázat tulajdonképpen nincs is, hiszen egy közösség az, ami megéli ezt a lehetőséget. Éppen ez a pandémiás helyzet rávilágította arra, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, mennyire szükség van arra, sokat hangoztatott a rövid ellátási láncra, ami azt mondja, hogy a helyben megtermelt termékeket helyben dolgozzuk föl, és helyben fogyasszuk. Egy kicsit rávilágít arra, hogy amit meg tudunk magunk tenni, azt nem kell másoktól elvárni. Készülnek a joghurtok a tejfeldolgozóban. Meggyes, kajszi barackos, epres, sőt mangós is kerül a polcokra. A munkából az ifjabb lendvai fiúk is kiveszik a részüket. Maga az előállításban a 4 fiunk közül már 2, az egyik fiam az állattenyésztésben, a másik fiam pedig a tejtermékgyártásban vannak 100%-ban, és hát ők egy garancia arra, hogy mi a nevünket, arcunkat, tudásunkat és lelkünket adjuk ezeknek a termékeknek a minőségére. A
Az igazán sikeresek abból a körből kerülnek ki, ahol van valami családi tradíció. Ezek általában mindig jobban haladnak, ezek a vállalkozások, ezek a termelők, ahol van hova visszanyúlni, hát nyilván a gyökerekhez. A joghurton kívül készül még itt túró, tejföl, vaj, kakaó és pasztőrözött tej is. De akadnak itt igazán különleges házi sajtok is. A malomkő például fél évig érlelődik, mielőtt kereskedelmi forgalomba kerül. A feldolgozás során törekedünk arra, hogy adalékanyagmentesség legyen. Nem tudom azt garantálni, és egyetlen egy mai feldolgozó sem tudja, hogy teljesen adalékanyagmentes. Hiszen nagymamáink is tettek szalicil, vagy aspirin, vagy borkésavat valamit, de igenis az emészhetőség irányába, az organikus étel irányába megyünk el. Minél könnyebben, jobban emészhető legyen a szervezetünk, minél jobb összhangban legyen az étellel, amit beviszünk. És akkor abban hiszünk, bízunk, hogy egy életminőségjavulást is érünk el. Sajtkészítés, hát ez egy különleges művész. Hát nem mindegy, hogy milyen az alapanyag. Mit evett a tehén? Ugye mi azt gondoljuk, hogy a magyar mező, azok a gyógynövények, amelyek egyébként megvannak még a magyar mezőkön, ami igazából egy különleges ízt ad a feldolgozott termékeknek, mindegy, hogy milyen tejtermék, az az ízvilág, az vissza fog jönni. Én bízom benne, hogy ez a tevékenység akár a tejmalom esetében, akár mások esetében egy olyan hozzáadott értéket ad, amivel tudunk versenyezni. Gyógynövényekből a gazdaház körül sincs hiány. A kertben több mint 50 féle van belőlük. Stresszoldásra, ízületi panaszokra és megfázásra is találunk orvosságot. A lesztyán például vízhajtó, nagyon jó vízhajtó, de ugyanúgy a zeller, a petrezselyem az is vízhajtó. Sőt, a tarackbúza, az a másik, amit nagyon csúnyákat mondva szoktak kiszedni a földből, mert hogyha benne marad a földben egy 5 centis darab, akkor már megint telepet tud csinálni. Na de ez a tarack éppen az, amit megszárítva, megfőzve tejának egy vízhajtó hatást tudunk elérni. A gazdasszony bemutatja a látogatóknak, hogyan termeszti, majd gyűjti be a gyógynövényeket, és tanácsot ad abban is, melyiket milyen betegségre kell használni. Itt többek között gyógyteát is lehet kóstolni. A termelő nem sunnyog. Alapszabály. Ott van az arca, legtöbbször ő várulja, vagy valamelyik családtag, tehát nincs sunnyogás. Megmutatja a terméket, kibontja, tessék nézd, ez van benne. És akkor nyilván az ember nyugodt szívvel vásárol akármilyen termék, és az már úgy értem, hogy legyen az bármilyen méz, vagy húskészítmény, vagy bármi, sokkal szívesebben azt mondja, tudom, mit veszek. Hát ettől nem kell nagyobb biztosíték. Kocs, 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 kocs. És akkor, amikor veszélyt érez a kotló, akkor ilyen hangot ad ki, hogy csöndben. A házi állatok szinte tyúkanyúként tekintenek a gazdájukra. Van egy kis baromfi udvarunk, ott erdélyi kopasznyakú, kendermagos tyúkjaink, csirkéink szoktak lenni, és tehát a tojással ellátnak bennünket, igyekszünk úgy takarmányozni őket, hogy csak a természetes eleséget kapják, tehát tulajdonképpen egészséges tojást is eszünk, egészséges húst eszünk, egészen más, mint a boltban kapható. Ez már ismét Sárét udvari. A tejfeldolgozó mellett a húsüzemből is minőségi ételek kerülnek ki. Itt látszik, hogy egy pici kényre kialakult a sódás és a füstölés miatt. De ízében én szerintem mind a kettő ugyanazt az ízélmény és finomságot nyújtja a majdani vevőnek is kóstolnak. Kolbász, sonka, virsli és szalámi. Hazai ízek, hazai módra. Mitől lesz különleges egy helyi termék? Attól, hogy valóban azok az ízek jönnek, valóban azok a termék alapanyagok jönnek, amelyek pótolhatatlanok. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy azok a termelők és azok a szervezetek, azok a gazdálkodók, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ebben a tevékenységben részt vesznek, és nem engednek maguknak egy ilyen multikulturális fogyasztást is ráerőltetni a rendszerre,
ők még tartják magukat, nekünk pedig azt gondolom az a feladatunk, hogy adjunk meg minden olyan támogatást, ahol tudjuk őket a piacra jutással, a technológia korszerűsítésével segíteni. Én úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, szeretem csinálni, és nagyon nagy kegyelmi állapot az, hogyha az ember teheti azt, amit szeret csinálni. Karácsony Béla rendőrségi szóvivő foglalta össze a legfrissebb kék híreket. Szabálysértési értékre dologán előszakra elkövetett lopásvédség kísérletének gyanúja mellett indult eljárás itt a Hajdú-Szoboszló rendőrkapitányságon, amelyben a lakosság segítségét szeretném kérni. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint 2020. szeptember 4-én 17 óra 45 perc körüli időben Hajdú-Szoboszlón a Hősök terén a kialakított autóbusz megálló mellett lévő kerékpártárolóból próbált meg ez ideig ismeretlen személy eltolajítani egy kerékpárt, a lakatot megpróbálta levágni, azonban ezen cselekménye során a sértett megzavarta, a helyszínről az elkövető elmenekült. Kérem, hogy aki az elkövető kilétére vonatkozóan információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést a Hajdú-Szoboszló rendőrkapitányságon. Személyesen Rákóczi utca 4 szám alatt megtehető bejelentését munkaidőben. Munkaidőn kívül a 112-es segélyhívó számon, amely a nap 24 órában ingyenes ilyen hívható. A bejelentőre vonatkozó adatokat a rendőrség minden esetben bizalmasan kezeli. Itt a járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök 2020. szeptember 1-én az esti órákban. A rendelkezésre álló adatok szerint 22 óra körüli időben Hősök terén közlekedett egy férfi személygépkocsijával, amikor a rendőrök ellenőrzésre, ellenőrzésjából megállították. Az intézkedés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járművezetőjét elevetették a rendőrkapitányságra. A járművet vezető 28 éves férfival szemben járművezetésítés állapotban vétség elkövetése miatt indult büntető eljárás. A vezető engedélyét a munkatársaim a helyszínen elvették. Személyisérüléssel járó baleset történt 2020. szeptember 3-án reggel 7 óra után pár perccel. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint Hajdú-Szoboszló Galgó soron egy lakóingatlanról próbált kihajtani egy tehergépkocsi és annak vezetője. A kihajtás során nem kerül körültekintéssel tette meg ezt a manővert, és a neki balról érkező járdán közlekedő gyermekkorú személyt erőtötte. A baleset során a gyermekkorú személy könnyű sérüléseket szenvedett. Hasonló baleset történt szeptember 9-én a Hajdú-Szoboszló Hősök terén, illetve a Dózsa-György utca, Puskin utca keresztezésében lévő áruház szervizútjánál. A parkolóból kihajtó személygépkocsi vezetője az ájesőségadás tábla hatájánál megállt, majd ezt követően nem volt kellően körültekintő, és a neki jobbról érkező, szintén járdán kerékpározó szemét elütötte. Szerencsére ez a személy is könnyű sérüléseket szenvedett. Itt a két balesetek kapcsolatban is szeretném felhívni a közlekedőknek a figyelmét a KRESZ fokozott betartására. A KRESZ az vonatkozik a kerékpárosokra is. Kerékpárosoknak csak a kijelölt helyen lehet kerékpározni, így esetünkben a Dózsa-György utcán, az út másik oldalán lévő kialakított kerékpárúton lehet közlekedni. Minden egyéb szabály megszegése, tehát minden egyéb esetben ugye saját testi épségünket kockáztatjuk.
A vakációt, nyári vakációt követően szeptember 1-én is ismét iskolapadba ültek a diákok, így történt ez itt a Hajdúszoboszlói járásban is. Az előző évek hasonló gyakorlatához idomulva ebben az évben is szeptember hónapban az általános iskolák környékén történő közlekedést elősegítik a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel együttműködve. Ez a tevékenységnek elsőleges célja, hogy a gyermekek hozzászokjanak, elősegítsük őket a biztonságos közlekedéshez, hozzászokjanak ahhoz, hogy magukra kell vigyázni, illetve ennek az ellenőrzésnek az is célja, hogy az ott közlekedésben részvevő járművek vezetőit is nézzék a jogkövető magatartás betartása szempontjából, kiemelten kezelve a gyalogos átkelőhelyek környékét. Hírozónk végére értünk, maradjanak velünk továbbra is, ugyanis adásunk következő részében, magazinunkban a 800 számú választókörzet képviselő jelöltjeinek programjait ismerhetik meg a sorsolás sorrendjében.